Tűzifát és szenet gyűjtöttek az egyetemi hallgatók és tanáraik a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi és információs központja előtt. A szénszünet idejére azért hívták össze a demonstrációt, hogy nyomatékosítsák a kormányban, hogy szerintük egy átgondolatlan, kidolgozatlan, néhány nap alatt létrehozott felsőoktatási koncepció az, amit a felvételiző középiskolásokkal el akarnak fogadtatni. Illetve arra akarták felhívni a figyelmet, hogy attól még, hogy a kormány nem csökkentette a felvehető hallgatók számát, miközben az egyetemektől pénzt vont el, magukat az egyetemeket kényszerítik arra, hogy kevesebb diákot vegyenek fel a következő években. Egy kis kupac szén és fa körül toporogtak a hidegben a demonstrációra összegyűlt hallgatók és tanáraik. Én egy darab akácfát hoztam, magas fűtőértéke és kalóriaértéke van, és úgy gondoltam, hogy ez ebben a hideg időben, amikor be kell zárni az egyetemet, mert nincs elég pénz fűteni, akkor ez szimbolikusan kifejezheti a véleményünket erről. A Szegedi Tudományegyetem tanulmány és információs központja előtt demonstráltak. A szénszünettől függetlenül viszonylag sokan, csaknem 50-en tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a megmozduláson. A mai megmozdulásnak az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kormány továbbra sem hallgatta meg a hallgatók kéréseit. Továbbra is egy átgondolatlan, néhány nap alatt kidolgozott felsőoktatási koncepció az, amit megpróbálnak lenyeletni a most felvételiző középiskolások. A demonstrálók szerint az sem fér a felvételizőkkel szemben, hogy egy hónappal a felvételi jelentkezések leadása előtt próbáltak változtatni a felvételi keretszámokon. A hallgatók és tanáraik szerint az ünnepek előtt meghozott döntés sem biztosítja a felvételizőket, hogy valóban lesz helyük az egyetemeken. Nekünk, akik egyetemen vagyunk, másfélék a gondjaink, mert hiába növekszik meg a fölvehető hallgatóknak a létszám abban az esetben, hogyha az intézményekből az anyagi forrásoknak a kivonása az folytatódik, akkor mi leszünk kénytelenek limitálni a felvehető hallgatóknak a számát, és gyakorlatilag mi leszünk a rossz fiúk azért, mert ugyan tárva vannak a kapuk, de mi mégis kénytelenek leszünk azt szűkebbre csukni. Az összegyűjtött szimbolikus mennyiségű szenet és fát a demonstrálók a Nagycsaládosok Egyesületének ajánlották fel.